Sziasztok, én Gábor hétvégék, és ez itt most megint egy SBC, meg ez most nem annyira nagy, mint az előző, viszont itt most a csapatomban lesz egy játékos, ugye ma kijöttek a kapus futtizek, meg Chris Smalling 87-es verziója, szóval más néven kijött ugye Chris Smalling, kijött Kevin Trapp, kijött Jack Butland, és kijött Begovic, Ashmir Begovic. Szóval, szerintem nem tudom, hogy tudjátok-e, de hogy kit fogok választani. Hát nem Butlandet, nem Begovicot, hanem Kevin Trappet. És bár meg is van a csapat, hát egy ilyen 5-6 ezer környékén meg lett, vagy 7. Eladtam ugye a sima trappet, szóval ugyanúgy jöttünk ki, csak rózsaszín kártyába. Kíváncsi leszek, hogy mert ugye speciális kártya, de hát kíváncsi leszek rá, mert azt mondják, hogy a speciális kártyák azok OP-bbak, mint a sima kártyák. Na szóval, submit. Itt van Kevin Trapp. Kár, hogy nem kapunk érte pakkot. Jó. Kevin Trapp. Itt van. Hú. Quixel. Persze, nem. Kevin Trapp. A kapusú. Meg... meg kell mutatom a csapatom, jó? Elárultam a titkot, úgymond. De mindegy. Itt van rózsaszín trap. Ja. Ő fog védeni a kapunkban, meg 7-es, 7-es chemistry-vel nem fog, szóval. Így már jó lesz. Oké. Okay. Hát, ahogy látjátok, most akkor ez ilyen csapatbemutató is lesz. Újítottam a csapaton. Bejött Götze. Sajnos eladtam Castrot, olyan hülye voltam. 1200 coinért, és most 4000-be megy. Na mindegy, vissza fogom venni. Szóval bejött Götze. Ben Arfa. Ő nem volt, azt hiszem. Draxler volt, azt hiszem. Igen. Márkin Auri, és most a kettő kapust vettem. Először volt nekem sima trap, most meg egy rózsaszín. És itt van Consigli. Őt is megvettem. Amúgy ő marha jól véd. Remélem trap is. De vettem még egy smelszert. Vagy nem, de vettem. Vettem még Rabiot helyett. Igen, Rabiot helyett. Marha, szóval nagyon jól néz ki ez a kártya, most komolyan nézzétek meg. 80-as pass, vagy pace, na 80-as futás, 80-as tempó más néven, 74-es lövés, 77-es pass, 80-as labdakezelés, 73-as defenzív védekezés, 80-as fizikum, és egy gladiátor kártyával felspécizve. A lövést, meg a defenzívet. CDB-t is megvettem, ő a legújabb szerzemény, 2500 coinér, kíváncsi leszek rá. Váltok, most kipróbálom, mert ezt még nem próbáltam, hogy behozom ide Glicket. És így, átrepnek az a baj, rossz a kemiszi, de így is fogunk játszani. Igen. És eladtam az ilyen kisebb értékelős játékosokat, mint például, hát Ruganit nem tudtam, mert ugye ő untradeable, de eladtam például, kitadtam már? Nem is tudom, de vettem helyettük egy Manolast, meg egy Glicket, szóval remélem megérte, de azt mondják, Manolast marha OP, meg nézzétek a startjét, 19-es lövés, hát belövi, 11-est körülbelül, igen, de 86-os defenzív, 82-es fizikum, 80-as pace,
Neki meg 86-os defenzív, 82-es fizikum, és emellett 61-es space. Ennek az annyira nem jó, de mindegy. Hát rakok rá inkább, hát rajta van egy backbone, rajta rá meg rakok valami más, valami, ami a pace is növeli, mert az drága. Na mindegy. Figyeljetek, Illuminati, Comannak 19-es defenzív, Manolasnak pedig 19-es lövés. És úgy, hogy az egyik az egy támadó, másik meg egy védő. Igen, hogy itt van Strootman, Fekir, Fekir amúgy nagyon jó. Gyors, jól cselez, szóval egy jó kártya, Di Mariahoz tudnám hasonlítani. Szóval igen, sokat várok ettől a csapattól. Szóval ennyi is ott van ez a videó, ha tetszett nektek, akkor lájkoljátok. Találkozunk a következő FIFA Ultimate Team videóba. Sziasztok!